Sziasztok, üdvözlünk titeket itt a Paintball Shop irodájában. Mai témánk az nem fog másról szólni, mint Facebookon és egyéb médiumokban gombamód szaporodnak az otthon, ön és családvédelmi témához kapcsolódó csoportok, melyeknek véleményem szerint annyi köze van a valósághoz, vagy a valós szakmai tartalomhoz, mint például a golykomitisnek az indiánokhoz. Kedvenc történetem, ez nem olyan régi esett meg velem, a Facebookon egy csoportban egy úriember kiírta, hogy hamarosan hatan fogják megtámadni, és mit jövő legyen. A válaszadók között minden megtalálható volt, vegyél egy kaukázusi kutyát, nyilván azért azt az eseményt föl kéne nevelni, vagy vegyél egy kétlevetű atlaszt. Én akkor úgy gondoltam, hogy én is hozzászólok ez a témához, mert sikerült felidegesítenem rajta magam, és majd leírtam azt, hogy az utcán gyakorlatilag 6-1 ritkán jön ki győztesként. Ezt kijelenthetjük ki, azt gondolom. Amit én ezért a válaszért kaptam, azt nem tettem zsebre, de tulajdonképpen ez indított el bennünk egy gondolatfonalat. Így kezdtünk el veletek beszélgetni arról, hiszen valós szakemberek vagytok, hogy ti hogyan vélekedtek erre a témáról. Engedjétek meg, hogy bemutassalak titeket, Támcsú Tibor, a Szent Rávóknak az igazgatója, Gárcegi István és Tóth István. Szeretném, hogy egy kicsit először meséljetek magatokról, mit képviseltek, honnan jöttetek. De igazából a legfontosabb része ennek a kérdésnek, hogy mit képviseltek a világban, mert elég régóta dolgozunk együtt, és azért tudjuk, hogy a zord külső mögött mindegyikőtökben nagy szív lakozik. Hát akkor engedjétek meg, hogy még egyszer most bemutatkozom, tehát Támcsú Tibor vagyok, ugye a Centra Volknak az igazgatója, európai koordinátora, illetve az Intruder taktikál alapítója. Gyakorlatilag próbáljuk mindenki felé azt képviselni, hogy a veszély igazából soha nem figyelmeztetett, valahol mindenkit utolér előbb-utóbb valamilyen helyzet, amit igazából valóságszerűen kezelni kell, és próbálunk úgy kiállni az emberek elé, hogy nem feltétlenül az önvédelem lesz pusztán az, ami szükséges lehet egy ilyen helyzetben, tehát egy nagyon széles látókörre van szükség. Próbálunk ebben mindenfajta témába belecsatlakozni, legyen ez a mediktől kezdve ugye a pszichológiai megközelítés, verbális kommunikáció, tehát nagyon-nagyon sok része van ennek a történetnek. Ugye nagyon sok szakemberrel dolgozunk, és tényleg azt próbáljuk erősíteni mindenkiben, hogy jobb felkészülni egy valós helyzetre, és ne kelljen használni ezeket a képességeket, mint sem nem tudni, akkor, amikor adott esetben szükség van rá. Családvédelem is jelen van azért. Abszolút. Igen, ez fontos, azt gondolom, hogy ez fontos kiemelni. Jó, azért oszlassunk egy pár kétet, mert annyi cikk kering rólatok a világhálón, ugye? Nem vagytok orosz ügynökök. Hát nem tudom, hogy erre lehet-e jól válaszolni. Simán lehet mondani, hogy lehet-e jól válaszolni. Egyáltalán valóban így van, tehát ezt a rendszert igazából 2012-ben kezdtük el 13-ban honosítani Magyarországon, magát a Szisztema rendszert. Ugye én előtte Szerbiába dolgoztam együtt Denis Rajuzov mesterrel, aki egyébként a fő rendszerünknek az alapítója, a Centra Volknak az alapítója és megtestesítője. Ugye rengeteg harci tapasztalattal rendelkezik, nyilván ez egy harmadik országbeli rendszer, tehát ez elkerülhetetlen szerintem a mai világban, hogy valamiféle misztikumot ne vonjanak e köré. Nem vagyunk ügynökök, tehát gyakorlatilag tényleg, ha körülnézünk a neten, valóban ez pörög mindenhol. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a mítikus mi volt a miatt van ez a rendszernek. Tehát a Szisztema egy nagyon összetett rendszer, rengeteg spirituális tartalommal rendelkezik, nagyon nagy mélységei vannak magának a rendszernek, és ahhoz, hogy ezt valaki tényleg megismerje, sok-sok évet el kell tölteni a rendszeren belül, aki viszont ezt csak látja kintről, hogy ezzel dolgozunk, azzal dolgozunk, ilyen-ilyen képzéseket tartunk, ő gondolom, hogy a valóság tartalmat annyira nem nézi e mögött, tehát nem jár utána, nem kérdez meg minket erről, hogy nekünk erről mi a véleményünk, egyszerűen csak felröppen egy hír, és hát nyilván szájhagyomány útján az azért viszonylag gyorsan megy. És mi a véleményetek arról, hogy boldog-boldogtalan vásárolt fegyvereket? Talán a fegyverek az erős kifejezés, használják inkább az eszközök jelzőt, és valaki vásárol bármit is, vagy bármilyen eszközt, ez megfelelő képzés, vagy megfelelő tudás nélkül mennyit ér? Igen, hát igazából a lényeg az pont az, amit mondasz is. Tehát egyrészt választjuk ugye külön, hogy fegyvereket vásárol. Tehát ugye sokszor az emberekben az van, hogy valamilyen éles lőfegyvert vásárol. Ugye nyilván azt ugye tudni kell, hogy azért a jogi kereteket, illetve a szabályokat betartva azért ez nem egy egyszerű dolog, főleg nem viselni önvédelmi céllal. Ugye gondolom itt inkább a különböző gázriasztó fegyverekre, illetve általad is forgalmazott fegyverekre gondolsz. Én azt gondolom, hogy a probléma az ott kezdődik, hogy tényleg boldog-boldogtalan vásárolhat, viszont azon kívül, hogy a boltba bemegy, kifizeti, megkapja, elviszi haza, semmi más nem kap hozzá. És ott kezdődik a probléma, hogy ugye ezeket tudni kéne egyrészt használni, nyugodt körülmények között is,
meg kéne tanulni használni, mert hogyha tényleg szükség van rá egy stressz helyzetben, ugye látva a különböző képzéseket, majd biztos Tibor is ugye beszél róla, vagy mondunk pár példát erről, hogyha csak ellenőrzött körülmények között hozunk össze olyan stressz helyzeteket, amivel próbáljuk imitálni egy-egy történést, hogy valamennyire realisztikus legyen. Már ott az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sok ember lesokkol, és egyszerűen lefagy. Tudsz mondani esetleg egy példát? Védelem kapcsán. Rád bízom, én azt gondolom, igen. Képzésen volt erre egy példa, egy nagyon egyszerű lakástüzet imitáltunk, ahol sérült volt bent, viszont ugye azok, akik részt vettek a képzésen, nem tudták, hogy van-e bent támadó vagy nincs, tehát gyakorlatilag egy ilyen összetett szituációt próbáltunk létrehozni. Többször volt olyan, hogy olyan területre lőttek, ahol nem volt senki, olyat láttak, ami nem volt igazából ott a helyén, árnyékokra lőttek, tehát hogy nagyon sokszor volt olyan fegyver használt, ami abszolút nem kontrollált. Másrészt még ugye a meetingen mindenki nagyon magabiztos volt, elmondta, hogy mit szeretne, hogy szeretné megcsinálni, de gyakorlatilag amikor a szituációból beérkeztek, tényleg azt láttuk, hogy ott tornyosul mindenki az ajtó előtt, egyik a másik után is mindenki lögdöste be egymást, hogy te menjél. Stressz helyzet. Tehát ez abszolút egy másik szituáció. Logikusan azt gondolná az ember, hogy ezeket nagyon jól el tudja különíteni a valóságtól, mert hogy ez valóság, ez meg játék. De gyakorlatilag, ahogy át vannak verve az érzékszervek, egy teljes valósághű történetté alakul, mire a szituációból igazából kiérkeznek. Bocsánat, csak a szabadba vágtam, az előbb kérlek, fejezd be. Igen. Igen, és igazából nem is feltétlen csak fegyveres szituációra kell gondolni. Ugye nagyon sok elsősegély, illetve medik szemináriumot, illetve kurzust tartunk. Ott is volt például ilyen példa, aki nem is tudom, talán nem mentős volt, ápoló volt talán a hölgy. Csináltunk olyan szituációt, ahol ugye hát művér sebek, tehát realisztikus sebek, a környezet egy minimális korlátozott látási viszony, hangok, fények, és egyszerűen elméletben ugye legyakorolta a dolgokat. Ezt jelentetjük, egy jól összehoztani egyébként. Igen. Tehát föl tudja rakni, meg tudja csinálni. Viszont amikor belekerült ebbe a szituációba, akkor hát igazából saját elmondása szerint is így elveszett a kontroll, és nem nagyon tudta, hogy mi történik. És ugye nem kell messze menni, hogyha már belevágtunk egy picit ebbe a balesetek témakörbe. Ugye akár egy otthoni, ha már család és otthonvédelemről beszélünk, tehát akár otthon egy késsel elvágott kar, tehát belenyúlsz a mosogatógépbe, és fordítva volt benne a kés, most mondtam valamit. Elvágod, vérzik. Tehát van, akinek akkor derül ki, hogy mondjuk a vérlátványától is fél. Nem biztos, hogy el fogja tudni látni adott helyzetben, akár saját magát, akár mondjuk egy hozzátartozót, egy gyereket, vagy egy gyereket szülőt, hogyha sose próbálta ezt még ki időzelbe élesben. Igazából erre jók ezek a képzések, és így a visszakanyarod egy picit ugye a fegyveres dolgokhoz. Ott is az a probléma, hogy megveszed a fegyvert, és hát a tapasztalat az, hogy igazából mindenki hordja, de még egyszer nem lőtt vele. Úgy bekerül a fiúba. Még csak egy lőtéren sem. Nekem volt olyan ismerősöm, aki otthon tartott gázriasztó fegyvert, nem volt betározva sem. Bocsánat, ne arra, hogy ismét a szabadba vágok, és a gázriasztót ezt mindig kiemeled. Ez engem nagyon érdekel, hogy véleményed szerint az mennyire hasznos. Én nem szeretem őket. Én sem. De. Hát ez szerintem szituáció függő. Tehát a probléma az, hogy szerintem egy havis biztonságérzetet is ad. Hát ott van veled, ott van nálad, és úgy, hogy valahogy akkor most mindenhol megvéded magadat, fegyver van nálad, általában a problémák inkább ebből jönnek. Tehát sokkal fontosabb lenne ugye a megelőzés, tehát egy környezetkontroll, a szituációk elkerülése, tehát látni vagy érezni azt, hogy mondjuk adott helyzetben miből mi sülhet ki. Tehát lehet, hogy sokkal egyszerűbb mondjuk átmenni az utca másik oldalára, mint beleállni egy balhéba. És hát ugye Pont ezt az érzést tudja adni, igen. Az, hogy mondjuk ott van az oldalon mondjuk egy gázriasztó fegyver. Tehát nem feltétlen jó, viszont ezekkel is ugyanúgy lehet gyakorolni. Tehát akár a paintball fegyverekkel, akár amiket ti forgalmaztok nagyon jó eszközöket, akár egy gázriasztó fegyverrel, én azt mondom, hogy érdemes magabiztos használat megtanulására. Igen, és akkor jó. Még mindig ott tartunk, hogy mondjuk kipróbálod egy
lőtérem, vagy bárhol nyilván. Tehát akkor gyakorlatilag ennek a... Még mindig nem egy konfrontációban próbáltad ki, ahol mondjuk csak imitálja valaki, hogy mondjuk megtámad. Tehát akkor ennek a hiányában kijelenthetjük, hogy ezek akár önveszélyesek is lehetnek, vagy akár veszélyesek is. Hát, nem jó használat. Lehet önveszélyes, meg egy kés is lehet önveszélyes. Hát jó, jó nyilván, csak hogy megértem, bejön valaki ide megveszi, és akkor most ő Rambó lesz, de ha nem tudja, hát igen, hogy használja a kényes szituációba. Fontos az, hogy tényleg az ember megtanulja kezelni, megtanulja, hogy megismerje egyáltalán, hogy hogy működik. Jó, csak egy gondolat ehhez, hogy értsétek ennek a súlyát. Tehát gyakorlatilag, ha csak egy topból való elővételre gondolunk, ahol tényleg elő kell venni a fegyvert, az is napi gyakorlást igényel. Tehát gyakorlatilag minden reggel, amikor az ember fel kell, magához veszi a fegyvert gyakorlatilag ahhoz, hogy az ténylegesen tudjon működni, azt minden reggel egy párszor el kell gyakorolni. Van, igen, bocsánat. Tehát, hogyha egy picit is változtatunk a felszerelés jellegén, változtatunk a helyén, gyakorlatilag rengeteg motoros mozgás szükséges az, hogy ez működjön. A legtöbb ember ezt megteszi úgy, hogy berakja a topba, egyszer előveszi, ez tök jól működik, vissza tudja rakni, majd fölveszi rá a pulóvert, a kabátot, amivel még nem próbált ki semmit. És van esetleg valamilyen számadat, hogy egy ilyen pulóver alul mennyi időt lehet előni egy pisztolyt? Hát ott esetben van, de ez is nyilván egyéni képesség függő az, hogy hogyan lehet dolgozni. Van, aki azért ilyen 0,7 másodperc alatt leadja az első lövést. Tehát azért mert múltkor láttam egy videót, ahol egy késés támadás 5 méterről 1,2 másodperc. Tehát szerintem ez nagy hiba, hogy az emberek ezt fel se fogják, hogy ez az 5 méter nagynak tűnő távolság, de valóságosan mennyire kicsi. Hát gyakorlatilag egy késes támadónál ugye a protokoll szerint is most 15 méter tartunk, tehát az az első távolság, ahol tényleg azt mondja az ember, hogy biztonsággal le tudsz adni legalább két lövést. Ez a világon is így van, tehát ez a statisztika, képzési statisztika, 5-7 méter a következő, és 2 méter az a távolság, ahol minimális az esély. Tehát a számadatok is ilyen 49%-os találati pontosságot hoznak 2 méterről, ahonnan az ember azt gondolná, hogy hát innen már biztos minden igen. meg lesz. De azt mégse, ha nem gyakorlod el. Igen. Na, most ki kérdez? Te vagy Balázs. Ezt látod, ez a felvételnek az a varázsa. Jó. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a sok rossz közül a gyors döntés a lényeg igazából. Hát én azt gondolom, hogy a gyors döntés egy nagyon meggondolt taktikai háttér következménye. Tehát az, hogy gyorsan tudsz valamiben dönteni, fel tud mérni az adott helyzetet, az adott körülményt, ahhoz rengeteg képességet el kell sajátítani, hogy tudj mérlegelni. Hogy a rossz döntés, vagy a gyors döntés, vagy a kevésbé rossz döntés valójában melyik lesz. Tehát itt azért nagyon-nagyon át kell gondolnunk egy csomó mindent. Attól függ nyilván, hogy milyen szituáció van, de a gyors döntés mindenképpen fontos, viszont a mögötte lévő gondolati séma, gondolati folyamat, amit összeraksz azért, hogy gyorsan tud dönteni, annak viszont rutin szinten kell működnie. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, vagy pontosabban számomra fontos kérdés, mert aki ismer, az tudja, hogy amit lehet, én hazaviszek és otthon tartok és mindent vásárolok. Véleményetek szerint létezik-e igazán jó megoldás otthonvédelemre, és hogyha létezik ilyen megoldás, akkor az mennyire függ az egyéni képességtől, tehát a szakmai tudástól vagy a gyakorlatoktól. Hát én azt gondolom, hogy ugye van ilyen cikkünk fönn a neten, hogy az orosz, aki kis kanállal is képes ölni, gyakorlatilag mindent lehet fegyvernek használni. Uh-huh. Tehát, hogyha megfelelő képességek megvannak hozzá, egy villa, egy evőpálca ugyanilyen fegyvernek minősül, mint adott esetben egy lőfegyver. De most előbb kipipáltuk a gázriasztó fegyvert. Mit tartanátok otthon? Hát én azt gondolom, hogy lámpát mindenképpen, aha. Tehát hogyha amivel lehet egy nagy teljesítményű taktikai lámpát biztos, hogy hordanék, vagy helyeznék el otthon. Adott esetben, ha már gásprében gondolkodunk, akkor mindenképpen valami olyan fajta vegyi eszközt használnék, ami ugye habottól, nem pedig sprayt, ugye ez is azért problémás, hogy sokan bevásárolnak, de mondjuk a szembeszéllel nem számolnak. Igen. Adott esetben, illetve nagyon fontos, hogy van egy-két olyan protokoll, amit azért érdemes otthon is betartani, és nem feltétlenül eszközfüggő az, hogy nem nyitjuk ki tárva nyitva az ajtót például, ha valaki bekopog. Tehát, hogy ezek fontosak. Még egy gyors kérdés menet közben, hogy én tudom a megoldást, csak szintén egy ilyen Facebook csoporton belül ugyanígy belém álltak. A lámpáról egy kicsit mesélnél? Mert hogy én tudom a megoldást, de hogy olyan hülyeségeket válaszoltak, hogy ott is kivágták nálam a biztonságot. Gyakorlatilag ugye a lámpás képzésünk egy nagyon érdekes történet, nagyon jó tapasztalatok vannak vele. Nagyon sok ember nem is gondolná, hogy egy jó lámpával igazából mennyi mindent lehet megcsinálni, illetve hogy különböző körülmények között hogyan is miként viselkedik a fény, akár kintről, akár bentről, ha valamit meg akarunk figyelni. Ugye gyakorlatilag a mostani taktikai lámpák azért ilyen 2000-2200 lumen környékén vannak, hogy ez egy ilyen fényáram igazából, ez egy
rettentő erős fény. Uh-huh. Gyakorlatilag, hogyha az embernek be van csukva a szeme, az akkor is bőven vakít, tehát abszolút alkalmas arra, hogy például egy támadót megvakítsunk csak egy pillanatra, addig, amíg adott esetben bezárjuk az ajtót, vagy bármit teszünk. Ugye vannak kémiai, vannak elektromos eszközök, tehát egy tűzesetnél is például jelzőfénynek, tökéletes keresőlámpának szintén, tehát hogy egy külön kategóriákban nyilván ezeket megtanuljuk használni, vagy megtanítjuk használni őket, mire alkalmas mondjuk egy füstös térben, vagy ködös térben, hogyan világítsuk, hogy ne vakítsuk el saját magunkat. Tehát hogy rengeteg olyan haszna van igazából, mind a mellett, hogy általában mindegyik kemény titánium ötvözet, kobalt gyűrű szokott lenni az elején mindegyiknek, tehát adott esetben arra, hogy támadást elhárítsunk vele, arra is tökéletesen alkalmas. Na, mert most már azért egy pár eszközt említettünk, de ugye nektek van valamiféle képzésetek. Ez hogy épül föl? Meséljetek róla egy kicsit, hogy bárki kedvet kap erre, akkor el tudja sajátítani. Gyakorlatilag ez a család és otthonvédelmi kurzus, ez egy 5 modulból álló történet, ennek az utolsó modulja mindenképpen csak egy szimuláció. Ugye az első, amit mindenképpen megpróbálunk megtanítani az embereknek, a fegyverkezelés, hiszen erről beszéltünk, hogy még igazából mekkora fontossága van ennek a történetnek. Itt ugye egyrészt az önálló biztonsági szabályok, ürítés, töltés, az önveszély kizárása, tehát az, hogy ne legyünk egyáltalán ön- és közveszélyesek. Tehát, hogy a biztonságos kezelést el tudjuk sajátítani, alap lemozgási irányokat, illetve hogy a tokból egyáltalán hogyan helyezzük készenlétbe, vagy adott esetben hogyan mozogjunk vele, ha ilyen helyzet áll elő. Ugye a második modul egy medic modul igazából, ahol az orvosi ellátást próbáljuk egy picit előtérbe helyezni, legyen ez otthoni helyzet, közúti baleseti... Sok mindent tanultam a tamponról egyébként. Igen. Mennyi mindenre használható. Valóban így történt, igen. Ugye a legkisebb vérzés is okozhat nagy problémát. Találkoztunk már olyan ugrral, aki mondjuk vérhigítót szedett adott esetben, és csak elesett, megütötte az orrát, elkezdett vérezni az orra, és ebből egy életveszélyes szituáció lett. Tehát gyakorlatilag nem lehet kiszámolni, hogy igazából erre mikor van szükség. Van egy olyan rész, amit igazából ilyen katasztrófa védelemnek hívunk, de igazából az otthoni problémák megakadályozása, olajtüzek, otthoni tüzek, autótűz például, tehát ezeknek a megakadályozása, kikerülése, megelőzése gyakorlatilag, hogy ezeket hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudunk menekíteni, hogyan tudunk kötelet kötni, stb. Tehát egy elég széles modul. Ugye ez hozzátartozik még egy jogi rész, ahol egy picit megnézzük azt, hogy igazából milyen lehetőségeink vannak akkor, ha mondjuk több támadóval dolgozunk, éjszaka jönnek be a házunkba, stb. Hogy legyen egy pici rálátásunk arra, hogy igazából meddig mehetünk el. Tehát nyilván azért próbáljuk szem előtt tartani azt, hogy minden a megfelelő jogi körülmények betartásával történjen. Ugye a negyedik modulban próbáljuk már összerakni ezt a kis történetet, és bejön a taktikai lámpa, mint ilyen, hisz mondjuk korlátozott látási viszonyok mellett nem sokat érünk egy fegyverre, ha nincs nálunk egy lámpa. Tehát, hogy a kettő szorosan összefügg, orvosi ellátást nem tudunk csinálni megint csak, hogyha nincs nálunk lámpa, és hát persze a szimulációban csak korlátozott látási viszonyok mellett dolgozunk. Azért ez a lámpa fontos ebben a sztoriban, én úgy érzem, igen. Abszolút, nekem az egyik kedvencem, én nagyon szeretem egyébként. Tehát a szimulációknál pedig tényleg az van, hogy van egy eligazítás, és próbálunk több helyiségben, több szituációba bedobni embereket, a lakástűztől kezdve, az otthon megtámadtak szituációig, a különböző medic szituációkig, hogy tényleg érezzék az emberek, hogy ez mekkora nyomást jelent adott esetben a különböző képességeket használni. Jó, és egyébként Igen? dolgot ad mondjak, amit Tibor is sokszor szokott hangsúlyozni, hogy a tűz az tényleg tűz ezeknél a szimulációknál, vagy a sérülés az tényleg realisztikus sérülés. Hogy, ha egyszer elrontod, vagy egyszer megbuksz ezen, ugye elbuksz, akkor azt általában egy életre megtanulod. Tehát ha másra nem, már csak erre is jó. Múltkor láttam egyébként szintén egy ilyen videótól 10 másodperc alatt éget ki egy szoba. Tehát, hogy elindult egy kis tűz, felkapta, szintén nem mérik föl az emberek egyébként véleményem szerint az, hogy mennyire gyors cselekvés vagy gyors reagásra van szükség. A füst, meg a sok. Meg hát ugye ott vannak különböző gázmérgezések, tehát most szénmonoxid, stb. Tehát a probléma az, hogy sokszor egyébként a segítő szándék okoz nagyobb katasztrófát, tehát adott esetben mondjuk egy lakástűznél tényleg meg akarom nézni, mi történik, benyitok az ajtón, kinyitom az ablakot, stb. Tehát, hogy katasztrófa turizmus, igen. Így van. Tehát sokszor ez okoz problémát. Lehet, hogy egy telefon vagy egy videókészítés helyett adott esetben sokkal hasznosabb dolgokat is lehet csinálni. És egyébként az ilyen kurzusok alkalmával az egyéni tényező, annak mekkora szerepe van, vagy a család és otthonvédelemben mekkora szerepe van, és ti mekkora hangsúlyt fektettek erre?
Erre én válaszolnék inkább. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért fontosak a kiscsoportos létszámú képzések, mert olyan sokrétű a modul, amivel egyáltalán lehetetlenné válik az, hogy nagy csoportokkal foglalkozzunk, és mivel egy edzőtermi körülmények között végrehajtott szituáció sohasem olyan, mint ami az éles helyzetben történik. Épp ezért a felkészítések során, amikor a legvégén a valós szituációk vannak, ott igyekszünk olyan mentális és fizikális teher alá helyezni az alanyokat, hogy 90-95%-ban valóban valósnak élik meg azt a szituációt, és ott válik el, hogy mennyire tud reagálni. Természetesen nem fog tudni úgy reagálni, mint egy edzőteremben, de ha már itt 20-30%-kal megoldja a feladatát, az azt jelenti egy elsősegélyes szituációban, hogy perceket, 10 perceket adhat a sérültnek, míg kiérkezik a szakszerű segítség, ezáltal megmentette az életét. Itt nem nagy dolgokra kell gondolni, az élet mindig egyszerű, mindig a legegyszerűbb dologgal foglalkozunk, mindig legegyszerűbben oldjuk meg a leküzdendő feladatot. Ez úgy egy kárelhárításnál, úgy egy medik szituációnál, vagy netán egy valós szituációnál is. Ma egy kicsit ez be van nekem akad, vagy tudsz te is mondani egy példát? Egy egyszerű dolgot, tehát a hozzá nem értők számára, aki azt mondja, hogy basszus, ez nekem nem jutott eszembe. Igen, legegyszerűbb dolog, pont amit az előbb a kollégám is említett, hogy ez pont velem történt meg, ez egy téli éjszakán volt, A-ból B-be autóval kellett, hogy átmenjek, és láttam egy idős bácsit, egy idős nénivel, hideg volt, senki meg nem állt, már vagy 5-6 papír zsebkendő csuromvér volt a bácsinál, össze volt törve a fej, és senki nem állt meg. Megálltam, kiszálltam, leültettem az öreget elsőnek, mivel álltak, gondoltam, hogy beütötte magát, nem tudtam, hogy agyrázkódása van, köszöntem, megkérdeztem tőle, hogy mi történt. Normálisan tudott válaszolni, normál, tehát magánál volt, el tudtam mondani, hogy mi történt, azt éreztem, nincs alkoholos befolyásoltság alatt, leültettem, megkérdeztem tőle, hogy elmondta, igen, elesett, beütött az orrát, az arcát, és nagyon vérzett. Mindenre emlékezett, alkoholt nem fogyasztott, megkérdeztem tőle, nagyon vérzik, megszed valamit, igen. Vérhígított, gondoltam, ott, igen. És ezt úgy képzeljétek el, ez egy hideg környezetben volt, már nagyon sok vér kifolyt belőle, előbb-utóbb lett volna belőle egy olyan sérülés, ami életveszélyessé válik, és ott marad. A néni nem volt rokona, csak ő volt egyedül, aki odament. Úgy hívtam ki a mentőket, szóltam a mentősöknek, már akkor közöltem, hogy vérhígított, szed a bácsi magánál van, de megütötte magát, és nagyon vérzik. És könnyen el is vérezhetett volna, így gondolom. És az emberek úgy mentek el mellette, mert azt gondolták, hogy egy öreg bácsi, látták, ott van egy néni, kicsit vérzik, és nem törődtek vele. Egyébként mennyire nem gondolunk ugye az átlag dolgokra vagy a környezetre, szintén szimuláció, egy állatkertbe segítettünk be egy oroszlán támadást leszimulálni gyakorlatilag. Ki győzött? Olyan emberek részére, akik egyébként állatkertesek. Hát mindenki elvérzett a szituációban. Lényeg az volt, hogy egy ajtót kitettünk, amin a sérültet ki kellett volna vinni a helyszínről, mert hogy kevesen voltak ahhoz, hogy elbírják, de ráírtuk, hogy frissen festve. Tehát gyakorlatilag csak azért, mert rá van írva, hogy frissen festve, nem tették rá a sérültet, elkezdték rángatni, húzták, vonták, úgyhogy nyíltörése volt. Tehát, hogy gyakorlatilag egyen nem nagyon jó teszünk be azt, hogy fura az emberi elme, nem? Hogyan dolgozunk, csak azért, mert a szabályok megkötnek minket. Továbbá még az első segélyhez annyit hozzátennék, hogy van egy olyan rossz beidegződés sajnos a mai kor emberében, hogyha látnak valakit egy munkás ruhában, egy koszos ruhában feküdni oldalt, akkor nem mennek oda. Ha esetleg még oda is hajol és érez egy kis alkoholszagot, akkor az gondolja, hogy ez egy részeg és nem segítek. És mi van, hogyha cukorbeteg? Mi van, hogyha ő egy kőműves ember, aki dolgozott egész nap, végig dolgozta már az életét, cukorbeteg, bekómált, és annak igen, annak alkoholos szaga lesz, metil alkoholos szaga. És nem segít neki, mert azt gondolja, hogy ő egy részeg ember és nem kell neki segíteni. Könnyen ítélkezünk, ez azt jelenti. És ezek is azok a rossz sztereotípiák, amik beépültek belénk, mert hogy ez sugallja a társadalom. Holott erre oda kellene figyelnünk. És senki nem akar hozzányúlni azért, mert hogy koszos. Persze, hogy koszos, mert dolgozott egész nap. És ebbe bele sem gondol. És egyébként itt térnek vissza az első kérdésemre, amikor mondtam azt, hogy a zord külső mögött nagy szív van. Tehát azért ez itt érezhető, hogy ti másik gondolkodtok az életről. Igen. Jó, és milyen gyakran is hol vannak ezek a képzések? És igazából család, otthonvédelem kívül még valami más képzést is tartotok? Tehát gyakorlatilag először a képzés részével kezdeném, hogy nagyon sokféle eszközzel dolgozik maga a rendszer. A késtől, a harci tomahawktól kezdve lőfegyverig, illetve improvizatív fegyverekig. Ezekről mind szoktunk egyébként kurzust tartani, ilyen 4 órás workshopokat, kicsit meg lehessen ismerni ezeket az eszközöket, legalább lássuk, hogy milyen veszélyt hordoznak magával. Ugye nyilván egy kés ugyanilyen veszélyt hordoz magával, mint adott esetben egy nem ismert lőfegyver, tehát gyakorlatilag ránk sokkal veszélyesebb lesz, mint adott esetben másra. Ugye rengeteg esetet hallunk arról, hogy adott esetben egy késő milyen sérüléseket lehet okozni.
tehát ennek megpróbáljuk megvizsgálni mind a két oldalát. Ugye az, hogy hol tartunk képzést, ez nagy mértékben függ attól, hogy igazából milyen jellegű maga a képzés, az ön család és otthonvédelmi kurzusokat, ugye bármilyen meglepő, ugye a paintballosoknál tartjuk. Volt egy kis gerilla marketingben egyébként. Tehát gyakorlatilag a helyszín nem ismerős, remélem, hogy egyszer kipróbáljátok ti is ezeket a szituációkat, és belevetitek magatokat. Gyakorlatilag tényleg függ attól, hogy mennyire átszeldelt a helység, mennyire épületszerű, tehát igazából erre ugye tökéletes alkalom, vagy tökéletes helyszín, ahhoz, hogy olyan helyeket tudjunk teremteni, amik nem beláthatóak előre, korlátozottak a látási viszonyok. Ugye az egyéb képzéseket pedig nálunk szoktuk megtartani bent a teremben, egy 190 négyzetméteres edzőtermünkben, ahol igazából jó a közlekedés, tehát nem vagyunk messze, ugye Vesztentől tényleg pár perc séta, gyakorlatilag mindennel fel vagyunk szerelve, ami szükséges egy-egy ilyen képzéshez, akár a lámpáshoz is. Ugye vannak olyan képzési modulok, ahol azért az elmélet és a gyakorlati rész külön van véve. Tehát gyakorlatilag a taktikai lámpánál muszáj például egy elméleti részen át esni ahhoz, hogy aztán azt késik szinten mondjuk a gyakorlatban élvezhetően lehessen használni. Tehát, hogy vannak ilyen osztott modulok, de gyakorlatilag azért a helyszín nagy mértékben meghatározza azt, hogy mivel foglalkozunk. Bocsánat, csak még egy kérdés, mert ugye Pestről beszéltünk, és vidéken is előfordul képzés? Van, úgy adódik? Ugye kollégám Pisti viszi a debreceni, illetve nyíregyházi vonalat, tehát gyakorlatilag, és egyébként ki is települünk bárhol, ha erre valakinek igénye van, vagy van kis csoportos lehetőség, akár céges, akár másfajta rendezvény keretén belül, minden eszközünk mobil, tehát meg tudunk mozgatni mindent. Most lehet, hogy teljesen hülyeséget kérdezek, de tulajdonképpen egy család megkeresítéket, hogy a saját otthonába, akkor ez is működhetne, nem? Abszolút. Abszolút, ugye? Az imént mondtátok, hogy szeretnétek, hogy majd egyszer mi is elmenjünk. Akik ismernek, mi tudják, hogy mi elmebetegek vagyunk, és ilyen hülyeségben, bocsánat, elnézést, idézőes hülyeségben, mindenben részt veszünk szívesen. De mi van azokkal az emberekkel, akik egy kicsit tartanak ettől az egésztől, de szeretnék a családjukat megvédeni? Mennyire megterhelő egy ilyen tanfolyam vagy képzés, mind a pszichének, az elmének, vagy fizikailag, hölgyeknek is ajánljátok esetleg? Természetesen, erre kitérnék arra, hogy itt is van egy rossz gondolati séma az emberekben, mert mindenki úgy gondolja, és az emberek nagy része, hogy az önvédelem az ott kezdődik, hogy én bárkinek neki tudok ugrani, bárkivel össze tudok verekedni, bárkit le tudok győzni. Hát ez igazából, ez most meg kell, hogy száfoljon, mert nem így van. A képzett embereknél sem így van, mert mindenkinek lehet egy rossz pillanata, van tőlem erősebb, magasabb, ügyesebb, szebb is, és az le fog akkor győzni. Az önvédelem nem itt kezdődik. Az önvédelem ott kezdődik, hogy első körben megtanítunk egy taktikai gondolkodást, aminek szerves része a környezetkontroll, hogy tudjam, mi történik körülöttem. Uh-huh. És ez nem csak azt jelenti, hogy látom, hogy mi történik körülöttem, hanem odafigyelek arra, hogy milyen az én verbális és nonverbális kommunikációm, milyen az adott támadónak, vagy lehetséges támadónak a verbális és nonverbális kommunikációja, és hogyha ezekre oda tudok figyelni, akkor el tudom kerülni a problémát. Az önvédelem az ott kezdődik, hogy először is észreveszem, hogy baj van, hogy valami nem stimmel, és kikerülöm. Ez lehet egy egyszerű szituáció, hogy jönnek velem szembe hárman, négyen, nagy darabok, ittasak már odaszólongatnak, jövök a feleségemmel, megyünk, és látom, hogy azért már odaszóltak ott egy fiatal hölgynek, aki elment, akkor semmi gond nincs, átmegyek a járdán a másik oldalra, és elkerültem a gondot. Az önvédelem itt kezdődik elsősorban. Aztán, mivel, ahogy hallottátok is, hogy ezek nagyon sokrétűek ezek a modulok, ehhez ugyanúgy hozzátartozik, akár, hogy az ember meg tudja magát védeni egy valós harci szituációban, ez mindig szituációfüggő, de önvédelemben az én, amit elsőnek meg kell tanulni egy civil embernek, hogy el tudjak menekülni, el tudjam menekíteni azokat, akiket szeretek és fontosak nekem. Aztán, ha ez nem sikerül, akkor ki tudjam alakítani a lehetőséget, hogy ezt meg tudjam tenni, és hogyha ez sem sikerül, akkor, ha megvan hozzá a megfelelő pszichológiai felkészítés, pszichés felkészítés, akkor megismerjem tenni azokat a lépéseket, amivel kialakítottam hozzá a lehetőséget, hogy elmenjek. A legfontosabb az elkerülés. Így van. A legelső mindig az, hogy elkerüljük, és nem az, hogy én itt, tehát azt kell gondolni, hogy itt nem harcosokat kell nevelni, itt embereket kell arra nevelni, hogy lássák és tudják, mi történik körülöttük, és felhasználva ezeket a dolgokat tudjanak kommunikálni, és tudjanak úgy öltözködni, hogy ne legyenek áldozattípusok, tudjanak úgy viselkedni. Uh-huh. Hogyha bemennek valahová, és ott van 10 ember, akkor ő a 9. vagy 10. legyen, akit megtalálnak. Meg kell tanulni az embereket, meg kell tanítani az embereket, az embereknek pedig meg kell tanulniuk kommunikálni, és meg kell tanulniuk viselkedni. Azért, hogy ne őket találják meg, hogy ne ők legyenek az áldozatok. Még annyit kérdeznék így az elején visszatérve, hogy próbálom diplomatikusan megfogalmazni, tehát nyilván van egy olyan személyiségű ember, akit a 10-ből elsőnek találnak meg.
Azért kérdeztem, hogy hölgyeknek, meg az ilyen típusú embereknek is ajánljátok-e, mert hogy én azt gondolom, hogy talán számukra a leghasznosabb egy ilyen program. Jól gondolom? Én azt gondolom egyébként, hogy mindenki számára hasznos. Mindjárt nem vitatom, de hogy... Gyakorlatilag nyilván szerintem most már azért egy olyan társadalmat élünk, ahol lehet, hogy egy nő előbb üt, mint egy férfi. Sajnos elcsúsztok. Igen. Én azt gondolom, hogy nem szabad alábecsülni a nőket egyébként. Tehát sokszor sokkal karakánabbak, sokkal határozottabban tudnak kommunikálni, például akár verbálisan, mint adott esetben egy férfi. Nyilván ez mindig helyzetfüggő, de én azt gondolom, hogy ez mindenki számára ajánlott. Tehát, hogyha minimális képességekkel gondolkodunk, és csak a környezetkontrollra térünk ki, ugye ez az eleje igazából az egész képzésnek. Érdekes, hogy hány férfi és nő gondolkodik ugyanabban a sémában. Tehát, hogy ugyanabban a csapdában esnek bele, nem lehet nekik másfajta képzéseket adni, például ebben az elméleti vagy lőfegyverkezelési témában. Önvédelemben nyilván van, hisz anatómia függő az, hogy igazából mit csinálunk. Csak egy érdekes példa, környezetkontroll része, például a reflexiós felületek vizsgálata. 100 nőből 99-nek azt mondom, hogy ha odáll egy kirakat elé, mit lát? Azt mondja, egy táskát, egy ruhát, egy van, aki azt mondja, hogy azt is látja, hogy mi van mögötte. Tehát gyakorlatilag egy gondolkodásmódot kell átalakítani. Ez nem egy hard training, nem arról szól, hogy mindenkinek le kell tolnia 1000 fekvőtámaszt, 500 felülést, és mindenki hullaként fog hazamenni, úgyhogy a következő hetet otthon tölti. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor elkerülés, visszahúzódás, tehát a probléma elkerülése, határozott fellépés, és a legvégső esetben. Így van. És akkor igazából ez bárki számára megtanulható. Abszolút. Abszolút. Igen. Én azt gondolom, hogy a legkisebb készség megtanulása is sokat jelent. Tehát, hogyha csak annyit megtanul valaki, hogy ne szálljon szembe bárkivel, hanem fusson, ez már egy nagy taktikai előny. Tehát, hogy ne akarjunk hősök lenni. Egy hős. És itt jön képbe egyébként pont ez a hamis biztonságérzet. Tehát lehet, hogy mindenféle felszerelés vagy eszköz nélkül úgy gondolkodná, hogy elkerülöd azt a társaságot, viszont lehet, hogy ott van az oldaladon mondjuk egy bármilyen fegyver, és... Én rászaladt nagy párszor az életemben. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát akkor belállok. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Főleg, amikor fiatalabb voltál, mi? Igen. Én azt gondolom, ezt a hibát egyébként mindannyian elkövetjük. Mindenki te járja ezt a hibát. Neki szóval, negyedjére már tudtam, hogy ez nem tudom megoldás. Igen. És amúgy mennyire vagytok paranoiások? Tehát a mindennapi életben mit hordtok magatoknál? Igen. Tehát, hogy fontos, hogy aki ezt kintről látja, nyilván azt fogja mondani, hogy mindannyian paranoiások vagyunk. Meg vagyunk őrülve, hisz nem tudunk úgy kiszállni a kocsiból, hogy ne nézzünk körül. Nyilván a párjaink is ugyanígy meg vannak őrülve tőlünk, hogy ó, most engedd el a kezem, mert megyünk át az aluljáron, ó, most gyere mögém, ó, most rángatom ide, rángatom oda. Nagyon érdekes, hogy egyszer voltam ki Rómába családdal, velem volt a lányom, és hát ugye Pisti is velem volt, képzést tartottunk kint, és a nagy séta közepette az lett, hogy amíg a lányok nézték a várost és csodálkoztak mindenben, addig mi azt csináltuk, hogy Pisti ment elől, én hátul, körözgettünk körülöttük, tettük arrébb az embereket. Szakmai ártalom. De utólag ez kiderült, hogy igazából kellett. Tehát, hogy volt olyan, hogy kicsit lemaradtunk, és már bepróbálkoztak a lányomnál, kicsit lemaradtunk, már láttuk, hogy igazából vártak minket, hogy kirabolnak éjszaka minket a metrónál. De hogy ezt lehet, hogy bemúzottátok egy kicsit talán, nem? Én azt gondolom, hogy ebbe is lehet valami. Igen. Tehát ha az ember erre túlságosan ráfeszül, hogy őt már pedig meg fogják támadni, nyilván ebben van valami. Tehát azért ezt valamilyen szinten energetikailag közöljük. Persze. De végig feszegetem ezt a témát nálatok egyébként. Az a fajta paranoia, amit mi közvetítünk, én azt gondolom, hogy ez egy egészséges paranoia. Tehát az, hogy tényleg járjunk nyitott szemmel, nézzünk körül, ne csak lássuk, hanem értsük is, hogy mi történik körülöttünk, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy jó gondolat, ne csak lássuk, hanem értsük is. Még visszatér egyébként egy kicsit a képzésre, hogy akkor mondjuk azt, hogy az átlagos ember számára, amikor eljön, mit ad ez a képzés, mitől lesz több, mint előtte, mi, amikor befejeződik, mi az, amit azt mondjátok, hogy hazament, és akkor azt mondja, hogy nem veszek gázpisztolyt, nem szaladok be a 4-1-be, mit kap? Én azt gondolom, hogy első körben egy hatalmas töltést. Tehát, hogy olyan élmény sorozaton megy keresztül, ami eleve tölti. És ha nem megyünk el oda, hogy most ebből mit tanul, ó, harci képességet, tüzet oltani, stb., már a töltésért megéri. Ha meg beég. Így van. Ez beég teljesen. Gyakorlatilag a másodlagos része az egyéni képességek. Ha csak pici önbizalmat kap azzal, hogy ő ezt meg tudja csinálni, jól ellátja, jól meg tudja csinálni,
ez is már egy nagyon-nagyon sok. Sokszor az önkifejezéssel, a kommunikációval van probléma. A legtöbb szituációnál főleg ez a probléma, hogy három ember, akik ismerik egymást, barátok, még ők sem kommunikálnak, hogy ki mit csinál, vagy kinek mi a feladata. Uh-huh. Tehát sokszor egy megfelelő kommunikációval el lehet indítani. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Elmentek a családdal külföldre nyaralni. Nem beszélitek meg, hogy hol találkoztok, ha baj van. Nem nézitek meg, hol vannak a közeli kórházak, követségek. És ezekről mind szó van egyébként a képzés alkalmával? Abszolút. Nem így, hogy nyilván, ha ide mész, akkor ez a telefonszám, ez a cím, de alapprotokollban ez benne van, hogy gyakorlatilag nézd meg, ha beköltözöl egy hotelbe, nézd meg, hogy hol a hátsó kijárat, van-e vészkijárat, stb. Stb. Nézd körül azért, mert nem tudhatod. Nem ismer senkit, nem beszéled adott esetben a nyelvet. Ha bemész egy plázába, legalább egy fotó erejéig fotóz le a tűzriadó tervet, hogy ki tud jönni onnan. Uh-huh. Tehát ezek apró paranoiák, igen, és ha valóban erre célzunk, akkor igen, paranoiásak vagyunk. Ja, jó, csak egyszer legyen baj. És a baj nem figyelmeztetett. Ugye ezt mondtuk is, hogy igazából nincs ilyen. Nekem volt egyszer olyan ismerősöm, aki izraeli vonalról érkezett, Krav Magát tanított gyakorlatilag. Elment egy ilyen bevásárlóközpontba, és eltűnt egy fél órán. És akkor megjelent, kérdeztek, hogy mit csinált, hát ő körülnézett. És gyakorlatilag tényleg megnézte, hogy hol vannak a kijáratok, hol, mert hogy napi szinten mondjuk ott étkeztünk például. Tehát, hogy nagyon sok ilyen helyzet van, amit teljesen máshogy lát egy olyan ember, aki mondjuk ilyen körülmények közül érkezik adott esetben, ahol tényleg egy napi felkészülés van, vagy mondjuk egy floridai nyárból megérkezünk, és akkor azt mondjuk, hogy holiday van, itt nem történhet semmi, amíg mondjuk Egyiptomban ugye nem jön ki a gumicsónakos lövöldöző ember, és mondjuk nem kezd el mindenkit halomra lőni a tengerparton. 20 perc alatt is sok mindent tanultunk tehát, egyébként. Hogy, de igen. Igen. Tehát, hogy igazából nincs arra garancia, hogy adott esetben most ne rúgja ránk valaki az ajtót. Erre mindig fel kell készülni, mindig kell valami kis plusz ahhoz, hisz mindig csak úgy nyerhetünk, ha valami forral megyünk bele egy-egy ilyen szituációban. Képzeljétek el, nekünk egyszer voltunk Velencébe, Olaszországban, és annyi volt, a két lányommal mentünk, meg a párommal, és csak így elfordultunk, és a gyerek már is tűnt. Óriás pánik, és az volt a szerencsénk, hogy az egyik turista mutatta, hogy arra futott. Na most ezzel azért fűzök rá, utána meg rá egy hétre, meg így ilyen nyaralás is műsorban volt, hogy aki kis gyerekkel megy nyaralni, tegyen föl egy karszalagot, és írja rá a telefonszámát. Ez is egy ilyen apró dolog. Nem nagyon Pisti is mondta, az egyszerűség. Igen, nem tartozik szervesen ide, de sok jó ötletet lehet tanulni. Ugye ezzel is az a baj, hogyha belegondoltok, hogy mekkora előítélet van mögött, tehát a régen a dilisekre tették rá, hogy ki hol lakik, meg miért csoportja, stb. Mi simán rábélyegeznénk valakire, hogy dilis, csak azért, mert rajta van mondjuk a vércsoport, meg a név, meg hogy hol lakik. De gyakorlatilag, ha mondjuk eszméletlenül fekszel egy utcán, nem biztos, hogy ez olyan életet és egyébként. Nagyon-nagyon feszítem ezt a témát, mert hogy annyi mindenem van, hogy mit tartsak. Civilként, ti mit vinnétek magatokkal az utcán? Hát én azt gondolom, hogy nekem ugye a medic csomag, ami kimen az asztalon, gyakorlatilag ez a kocsiba azért mindig benn van, tehát hogyha autóval megyünk valahol, azért mindig fel vagyunk készülve arra, hogy adott esetben mondjuk egy vérzés lehessen csillapítani, egy szákát ki lehessen húzni, gyakorlatilag ugye, ha vérzik a tampon, az volt a best of. Nem kétszer volt már példa egyébként, hogy kértek tőlünk, mert hogy tudták, hogy a medic csomagban van, ugye, és hogy kell adott esetben, nyilván női versenyzők, mert hogy épp nem volt náluk, nyilván különböző méretekkel nem tudunk szolgálni, tehát hogy egyfajtát hordunk. Alapvetően azért az első segélycsomag az mindig ott van, tehát én azt gondolom, hogy erre nem lehet eléggé fölkészülni, azért, hogyha tényleg bármi történik, sokszor volt rá példa, hogy erre szükség volt. Adott esetben minden csomagban mondjuk egy ruhavágó olló azért elfér, tehát azt én is hordok mindig magamnál, a taktikai lámpa ugye mindenképp kell, hogy legyen. Szokták mondani, hogy egy kés nem kés, tehát gyakorlatilag legalább kétfajta eszköz kell mindenből, és ez a lámpákra is igaz egyébként, ahhoz, hogy megfelelően tudjunk vele dolgozni. Hát azért most a mai világban ugye egy powerbank, egy töltő az soha nem hátrány, egy multifogó, ha valamit csavarozni, húzni kell, nyitni kell, tehát hogy ezek az alapok. Figyelj, és most erre nem akarsz, ne válaszolj, de ide most bejöttél hozzánk az irodába. Mi van most nálad? Sose lehet tudni, ugye, tehát azért kérdezze. Ugye a felsorolás szinte elmondtam előre, tehát ugye alapvetően ugye az olló az első, tehát ugye ez egy elég speciális olló, 200 forintost elvágja egyébként, tehát ugye azért ehhez van ugye hevedervágó is rajta, tehát ez az alap. Igazából én ezt mindenhol viszem magammal.
Sokszor előfordult, volt olyan szituáció egyébként, ahol sérültről kellett volna levágni ruhát, Murphy törvény, hogy akkor pont nem volt nálam semmi, mert edzésről mentem haza, és se a polgárőröknél, se a rendőrnél nem volt kés. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy adott esetben ő mindig jól jön. Ugye a lámpa, amiről beszéltünk, nekem ő a nagy kedvencem, ő egy... A reklám kedvéért egy O-Light lámpa, egy O-Light Warrior lámpa. Nem jó reklám, mert mi nem forgalmazzuk. Még. 200 lumen, tehát azért látni, elég komoly fényerejű lámpa. Ő mindig velem van egyébként, és hát van ennek egy kisebb testvére, amivel dolgozunk. Ugye a kés az, amit mindig hordok, ez szerintem mindannyiunknál van egyébként. Az egyik kedvenc barátom tervezte és hozta. Nyilván... Hát ő túllépi egy picit a 8 centit, de gyakorlatilag nem is azért hordom, hogy ezzel szabjunk, vágjunk, de igazából, mivel nagyon erős pengéje van, ezzel nagyon sok mindent meg lehet oldani. Ugye van ennek egy kisebb testvére, amit szintén viszünk, szerintem Pistina is legalább. Egy kés, nem kés, igen, ezt most tanultam. Ez fontos elmondani, de ezt igazolj kérlek, hogy nem beszéltük meg, hogy ezt ki fogod pakolni. Ezt igazolj kérlek. Sok ismerősen vannak egyébként ugyanennyire paranoiás, tehát ezek azért az alapok. Tehát, hogy ez azért mindig... Tuti van, vagy 10 kiló összesen. Szálkásítás. A bilincs kulcs az általában azért nálam van, ugye rendészeti diákokkal is foglalkozunk, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ő mindig... Dőj át a mikrofonhoz. Ja, ő mindig aktív szerepet képvisel ebbe a történetbe. Tehát ez így általában az alap. Ez azért mindig nálam van, plusz ugye az övtáskában ugye a személyi medik, ami igazából egy törniketből és egy izraeli bandásból áll, ami a vérzéscsillapításhoz kell, és minden más pedig benn van a kocsiba vagy a hátizsákban. És hol a svájci bicska? Én is igazából a hátizsákban. Ő a svájci bicska. Tibor igen. Szokott mindig leoltani engem egyébként, bárhol megyünk, és mindig cipelem a hátizsákot magammal. Mi az Isten csipe? Ez nehéz hátizsák volt, tehát nem olyan abba szoktam hordani mindent, de tényleg hasonló eszközök még talán, amit... Még egyelőre nem dolgoztak fel, hogy mennyi mindent került elő. Még amit talán megemlítenék, mondjuk egy izolációs takaró, vagy egy izolációs folyó, tényleg ilyen pár száz forint, és életet mentett szóval. Nem gondolnátok egyébként, volt ilyen szituációnk egyébként, hogy ahol lakott a srác, azelőtt a ház előtt esett össze, úgyhogy éjjel jött haza a diszkóból, be volt rúgva, elájult, ott maradt, kihűlt, igazából tényleg annyi volt a probléma, hogy kihűlt. Betakartuk, fölmelegítettük, mire kiérkeztek a mentők, addig helyre jött. Tehát, hogy ami eszközt láttuk igazából valahol, valamikor már mind használva volt, ugye kivét még úgy lőfegyvert nem hoztunk. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg szükség volt rá, ugye a Pistinek a felszerelésére is szükség volt. Volt olyan, hogy 10-15 percet keringtünk kocsival, vissza kellett menjünk egy sérült ér, mert közölt a diszpécser, hogy nem fog kiérni a mentő. 8 ember állt a sérült körül, az egyik locsolt a vízzel, a másik fotózta, a harmadik azzal volt elfoglalva, hogy hogyan érkeztünk meg, és gyakorlatilag a lánya saját hányásába feküdt. Tehát, hogy soha nem lehet. Azért ez elkeserítő ám, nekem ez nálam nagyon be van akadva. Nem két esetet tudok elmondani, tehát nagyon jó alkalmazások vannak most már erre. Van ez a Sleep City alkalmazás. Például ugye az újraélesztett, vagy hirtelen szívmegállásos történetekre figyelmeztet. Tehát, hogy jó, ha nyitott szemmel járunk. És igazából az ember el tudja dönteni saját magával, hogy az ő lelki ismerete mit bír el, ha adott esetben ott hagy egy ilyen sérültet, és az valójában meghal. Jó, és végezetül egyébként a legalapvetőbb dolog mondjuk egy mentőt hívni. Tehát ott van 6-8-10 ember, senki, és mindegyik azt hiszi, hogy a másik hívott mentőt. Kiderül, hogy senki. Amúgy se várhatjuk pár percen belül, de hát nyilván ugye minden perc számíthat. Azt még talán hozzátenném, hogy amikor a mentőt hívjuk és a diszpécserrel kommunikálunk, akkor a diszpécser már irányítani fog bennünket, hogyha nem is vagyunk képzettek semmilyen szinten, hogy mit tegyünk. A diszpécser segíteni fog. És hogyha azt az ember, mivel többen vagyunk ott, és éppen nem képes rá, mert akár nem bírja a vért, vagy bármi mást, akkor úgyis oda fog lépni valaki, vagy segítséget kérünk, és ki van hangosítva a telefon, és tud olyan lépéseket tenni, amivel ismét megint az időkeretet toljuk ki azért, hogy mire kiérkezik a szakszerű segítség, akkor az élet az megmaradjon, vagy minél kevésbé sérüljön az ember. De gyakorlatilag egyébként ezekkel a szituációkban is, vagy a szimulációkban is lehet találkozni, tehát ott is alapesetben ugyanez a metodika. Ki kell a telefont rakni, föl kell hívni a mentőket, tudnia kell, hogy mit mond el. Nyilván a másik oldalról az oktató hallgatja, hogy mi az, ami lezajlik, segít vagy nem segít adott esetben, vagy éppen megszakad a vonal, tehát hogy ilyenek előfordulnak, de hogy ez az alap. És nagyon sokan már itt alakadnak sajnos.
És végezetül egyébként, bár egy kicsit butának érzem ezt a kérdést így a mostani beszélgetés után, hogy ti mit tanácsoltok, fegyverkezzünk-e vagy sem, de hát most így, ez egy, illetve fura világban élünk, és hogy véleményetek szerint mennyire kell felkészülni a mindennapi támadásra? Én azt gondolom, hogy minden esetben fel kell készülni. Mm. Tehát, hogy ez soha nem lehet kizárni ennek a lehetőségét. A probléma abban rejlik igazából, hogy mivel mindenki ugye a saját énjét élteti, gyakorlatilag mindenki úgy van bele, hogy vele kell megtörténjen ez a probléma, ahhoz, hogy valami probléma legyen. Uh-huh. Nagyon sokszor nem gondolunk bele abba, hogy elég, ha mellettünk történik valami. Tehát ha belegondoltok, hogy mondjuk egy lövöldözés közepette, ott vagyunk, ahhoz közel, az ugyanakkor a probléma, mint adott esetben ránk lövöldöznének. Igen. Ha van egy robbantás, egy teljesen mindegy milyen terrorcselekmény, egy közúti baleset, annak mi is a részesévé válunk azzal, hogy ott vagyunk közelében. És legalább olyan veszélyeztetett állapotban vagyunk, ha nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Uh-huh. Tehát adott esetben lehet, hogy a legjobb indulattal segíteni szeretnék, áll a sor, kiszállok, mert hőzöngök mondjuk egy autópálya kellős közepén. Mert hogy nem tudom felmérni, hogy mi az adott helyzet. Uh-huh. Tehát, hogy sokszor lehet olyan szituációba belekerülni. Nem tudom, most hallottátok-e, volt nemrég egy eset, hogy hölgy elment kirándulni. Nem mentek messze, tehát ez Magyarország, Pilis. Igazából nem egy nagy erdőnk van, tehát azért ma elindulok, holnap átérek. Akkor, ha mondjuk nincs kimenve a bokám. És ő 3 napig ott volt az erdőben. Tehát, hogy ezekre számolni kell. Egy legegyszerűbb kirándulásból, egy megfelelő túraruházatból, nem megfelelő ruházatból nagyon gyorsan lehet egy kihűlés. Egy kihűlésből nagyon gyorsan lehet egy életveszélyes állapot. És nem fog bemenni a mentő, tehát addig valamit tenni kell. Igen, elgondolkodható, amit mondtok. Igen, köszönjük szépen, szerintem egyébként végére értünk. Azt hiszem, nem árulunk el nagy titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a következő helyszín az nálatok lesz, és csak nem csak beszélgetni fogunk, hanem élőben is bemutatjuk azt, hogy miről is lenne szó. Még egyszer köszönjük, örülünk, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan.